Hát sziasztok, srácok, nagyon sok szeretettel üdvözlök újra mindenkit, ez itt az NXPC, és nem más, mint a Remnant From the Ashes nevezetű játékunk. Na, srácok, hát egy-két jó hír, tegnap a Lies of P-be azért egész jól sikerültek a dolgok, igaz, hogy elszenvedtem körülbelül egy olyan bő 30 percet azzal, hogy a kús cafatokat legyőzzem, aztán meg itt a shortcutok vesztőjébe elvesztünk, de semmi gond, tudom, lassan megy a játék. Az az igazság, hogy nem, tehát nem nagyon pörög mostanában, de bele fogunk húzni, úgyhogy reméljük, hogy most már lassan vége lesz. A tegnapi nap folyamán még ugye a Timéziával voltam egy kis problémába, mert ugye a végére már azért elértünk arra a szintre, hogy már önmagunk ellen kellett küzdeni, és az már nekem annyira nem volt nagyon szimpatikus. Mert hogyha tényleg ez lesz a vége, és hogy ennyi a vége a játéknak, akkor nem biztos, hogy tovább fogjuk folytatni, mert 5 epizódon keresztül szerintem senkit nem érdekel, főleg live-ba, hogy én ott összeszerencsétlenkedek, de szerintem még több is lesz, mert konkrétan ilyen egy másodperc alatt megölöm magam, ha lehet ezt így mondani. Úgyhogy nem biztos, hogy ha ez a vége, ezt majd még kinyomozom, most rá fogok erre állni majd, hogyha ez a Timézia teljes vége, akkor viszont nem fogjuk nagyon erőltetni ezt a dolgot, akkor jövő héten szerdán egy újabb Souls játékkal várnak benneteket, ami nagyon sok rétű lehet, mert annyi ilyen Souls jellegű játék van, hogy az valami elképesztő. A 2D-stől a 3D-sig, a third person-tól a first person-ig, úgyhogy teljesen mindegy. Van egy valag. Ennyi a lényeg, van bőven, amiből válogathatok, van is, meg is van egy jó pár, úgyhogy bele fogunk szerintem kezdeni egy újabbba, ha ez a vége, nem biztos, ha nem ez a vége, akkor szívás, mert akkor itt 5 epizódon keresztül biztos, hogy nem fogok tovább jutni, úgyhogy, de meglátjuk majd, ezt mindenféleképpen leírom nektek, elég szarul sikerült ugye a tegnapi téma, mondjuk sikerült megölnünk a bosszt a Timéziába, csak aztán boss után egyből boss, úgyhogy ez olyan érdekesen jött le, de ez van. Srácok, tudom, hogy így akkor nem játsszuk ki rendesen a Timéziát, mert önmagunkkal nem fog, de én úgy gondoltam, hogy ha live-ozunk, akkor ne tököljek már tényleg ilyen 5-6 epizódon keresztül azzal, hogy én itt nyomom itt a semmit, és hogy 2 másodpercenként meghalok, mert annak nem sok értelme van. Na, de a mai nap folyamán Remnant, és ugye ne felejtjétek, ma este live, úgyhogy... és nem mással, mint az Ad Infinitum nevezetű horror játékkal. Ez egy új, relatíve de új játék, és egy új megközelítés a horrornak. Állítólag jól sikerült, elolvasgattam így a teszteket róla, hogy nagyjából tudjak róla nektek beszélni, hogy miről szól, mert amúgy én magam sem tudtam a legelején. Megnéztem a trailert, nekem tetszett ez a második világháborús téma, úgyhogy valószínűleg... tehát nem valószínűleg erről is lesz szóba enne a játékba, de ezt majd ma este elmondom, úgyhogy várlak nagyon sok szeretettel benneteket 9 órától horrorra, ugye a horror péntek jó voltából. Na, de ma, most Remnant From the Ashes, csak hogy ne hagyjam ki a játék alnevét, alcímét, bocsánat. Úgyhogy az előző részben ott hagytuk abba, hogy megérkeztünk egy ilyen metró alagútas, vagyis inkább a csatornába, ahol, hát őszinte leszek, azért ilyen gubicsokat kell megöldösnünk. Meglátjuk, hogy merre tudunk és hogy tudunk haladni. Én az előző epizódban, ha jól emlékszem, próbálkoztam azzal, hogy itt fölrobbantsuk a témát. Hát nem egyszerű, mert ezek a kis minyonok vagy... akármik, ezek állandó jelleggel jönnek, és nem tudom, hogy mi az, amivel esetleg el tudnánk pusztítani, amivel úgy tényleg olyan baszón meg tudjuk szórni a dolgokat, mert hát oké, hogy a fegyver fel van fejlesztve, de hát ennyi minyonnal nem tudok megküzdeni, főleg hogyha jönnek ezek a boomerek, ugye ezek a fing párnák, akik itt fölrobbannak, és abban a szent minutumban meg is döglök, úgyhogy ez így nem annyira lesz jó buli. Valamit majd most ki fogunk erre találni, majd kiderül, hogy mit. Nem tudom, hogy lehet, hogy pajzsot, lehet, hogy a ruhát kellett volna fejleszteni, vagy körbe kellene valami ilyesmi téren nézni, mert lehet, hogy gyenge a felszerelésem arra, hogy kivédjem ezeket a dolgokat, és hogy fölbírjam vele venni a kesztyűt. Hát majd meglátjuk, hogy fog ez sikerülni nálunk, és hogy mennyire fogok ezzel most boldogulni, úgyhogy a mai Remnant videónak ez lesz a témája, hogy három ilyen
nagy, nem láttátok a középső ujjamat, de mindegy, a három ilyen nagy pukipárnát, nem is pukipárna, ez nem is tudom, ilyen geny, zacskó, vagy nem tudom mi az, ami ott lóg. Na, azokat kell valahogy megfingatni, ami igen nehéz lesz, fogalmam sincs, hogy fogjuk ezt megoldani. Nem tudom. Elképzelésem sincs, innen is fogalmam sincs. Mindegy, megoldjuk valahogy. Majd kitalálunk valamit. Reméljük, hogy ebbe a csatornába lesz az a metró bejárat, mert amúgy azt keressük elviekben, de nem tudom, hogy hol van. Úgyhogy, és hát valahol itt kell, hogy legyen. Bár azt mondta, hogy menjünk vissza, de valahol itt kell lennie, nem tudom. Tehát az, az igazság, ebben a játékban ez a rossz, hogy fogalmunk sincs, hogy merre kéne menni, mert elképzelésem sincs, de átellenőrizzük újra, hogy merre kell menni, vagy hogy tényleg valóban ott van valahol az underground, vagy valami, tehát valami metró megállónak, tehát azt kell keresnünk, nem tudom, hogy ezt meg is fogjuk-e találni még ebbe a évezredbe. Különben nagyon érdekes játékról van szó, akit érdekel, vissza tudja nézni a maradék 5 epizódot, és az első 5 epizódot ugye a lejátszási listán. Illetve srácok, aki esetleg nem követi a live-okat, és utólag nézi meg a videókat, annak is itt elmondom, hogy megcsináltuk a pólót, vagyis megcsináltam a pólót, de megcsináltuk, hívjuk így, megcsináltuk a pólót, de még mindig nem elérhető a marketplace-e, meg kell csinálnom az ASF-et, és akkor utána fönt van, már kíváncsiskodtatok, már minimum egy jó páran azért már érdeklődtetek a póló iránt. Ez egy limitált szériás póló lesz, megpróbálok belőni rá valami nagyon egyedit, vagyis már készen van, tehát ez megvan. Viszont eszembe jutott egy másik nagyon jó ötlet, ami majd később hasznos lesz azoknak, akik megrendelik a pólót. Úgyhogy, ja, úgyhogy előtte, még mielőtt megjönne, azelőtt én ezt berendelek egy példát, és akkor megnézzük, hogy ez azért mégis milyen minőségű, és hogy jó-e. Aztán, ha nem, akkor még tudok rajta korrigálni. De nagyon jó sikerült, tehát baszó lett, komolyan. Nekem nagyon tetszik. Egyedi embléma, egyedi minden, úgyhogy tök király. Ez egészen őszig lesz elérhető. Ősztől érkezik egy újabb változat a pólónak, úgyhogy reméljük, hogy azoknak, akiknek valóban kell. Az árat ugye elmondtam a tegnapi Timézia videó alatt. Azt mondtátok, hogy annyira nem is vész, tehát, hogy nem olyan rossz ára van a pólónak, meg hogy nincs úgy olyan extrémen túlárazva. Hát én megpróbáltam törekedni a legolcsóbb verzióra, ami normális minőségű, tehát ennyire tudtam visszaszorítani úgymond az árat. Na, srácok, hát akkor Remnant, vágjunk is bele, én át is kapcsolok nektek, itt vagyunk. Ugye, megnézzük újra a küldetés, hogy valóban oda kell menni. Ugye az exercise bookossal vagyunk. Hű, srácok, nézzük. Simulacrum. Élő potenciál, alaktalan, forrongó tömeg, amelyből minden dolog elérhető. Vártok, találd meg a metró bejáratát. Nos. Vártok. Ugye ez a térkép. De itt nem igazán van metró, de megnézzük. Jó? Jó, vártok, erre. Mert ugye itt a reaktor volt. Ugye itt mentünk a reaktorhoz. Azt mondjuk nem nagyon értem, hogy miért nem mutatja. Oké. Állj! Nem, ez a reaktor. Tehát itt igazániból ez már egy másik térkép. Itt megyünk le. Úgyhogy itt, itthon biztos, hogy nincs. Úgyhogy kimegyünk a szabadba, és ott kell valószínűleg megtalálnunk. Már bocsánat. Mindig elfelejtem, hogy nem Lies of P-vel játszok. Borzasztó, hogy így kavarodik a
Föld? Hát tök jó, hogy megint innen kezdünk. Holott amúgy ott volt a... Nem mindegy. Tehát nem értem, hogy miért innen kezdünk, de várjatok, majd mindjárt megnézzük. Mert elviekben... Nem, sajnos ez egy állomás van, holott ez nem igaz, de jó. Oké. Okay. Valószínűleg itt egy boss is van, mert valamiért ott van egy ilyen halálfejes téma. Oké, itt nincs semmi. Now what? Oké. Mondjuk, hogy többen annyira nincsenek. Oké. Eddig jók vagyunk. Még. Nem értem, hogy miért nem tudok ide bejönni. Ez nekem egy rejtély. De ott van valami. De ha... Nem értem, hogy miért nem nyílik. Lehet, hogy egy másik irányból kellene ezt megközelíteni. Ez fura számomra. Vagy meg az alagúton keresztül kéne átmennünk. Nem tudom. Várjatok, mert itt is szokott volt lenni, ilyen jószág. Wow! Teljesen máshogy akarom vezérelni. Úgyhogy azért bocsi. Na. Ezzel megvagyunk. Oké. Ugye itt jártunk már lent. Vártok? De szerintem ezek csak mellékküldetések, vagy nem? Jó kérdés, ugye? Nem tudom, hogy... Mert igazániból olyan nagy szükség ezekre nem nagyon van. De tényleg. Igen, ezekkel a pukipárnákkal nem... Valahogy át kellene oda mennünk. Nem tudom, hogy tudunk bejutni oda. Vártok. Jó, ja, ez visszafele. Okay. Okay.
És már jönnek, és már szakadnak is! Pedig még semmit nem csináltam. Na ez a gáz. Oké. Oké, szabadíts meg a gonosztól, már azon túl vagyunk. Hát valahogy ezt csak el kéne pusztítanunk, de egyelőre fogalmam sincsen, hogy hogy kellene. Lehet, hogy ez lenne a legjobb megoldás, így folyamatosan tudnám tölteni az életemet, de hogyha jön egy ilyen pukipárna, azzal nem nagyon tudok mit kezdeni. Itt kettő ilyen van. Ilyen akármi, úgyhogy itt biztos, hogy nincsen metró. Srácok. Oké. Mi van? Nem. Ez nem lesz jó. Ezt nem hiszem el. De most komolyan. És kezdhetek mindent előről. Várjatok már. Valami itt nem kóser. Oké. Okay. Ennyi mindenkire nem tudok odafigyelni. Hátam mögül mindenhonnan. Kurva sok ez a puki párna. Oké. Faszom. Ez konkrétan lófasz nem érek vele. És már jönnek! Csak szakadnak a nyakamra, mint állat. Hát ez lehetetlen, srácok. Ez hogy? Hát esélyed nincs. Annyian vannak, és úgy jönnek rád. Nem. Szerintem nem itt kell keresni a megoldást. Pedig más nincs, basszus. Vártok. Valahogy be kéne, vagy... De hogy? Hogy menjek oda el? Vártok. Egyszerűen sehogy nem jön össze. Gyere, puki párna! Alig birkózok meg velük. Így is. Marha jó.
tessék! És már! Már itt vannak. Na itt akkor van szívás, hogyha éppen akkor kell tölteni. Nem, sehogy nem lesz jó. Nem fogjuk tudni megölni. Nem értem, hogy ott mutatja a boss-t. Nincs vége, basszátok meg. Egyszerűen szakadnak rám. Mit kéne csinálnom? Most úgy komolyan. Álljunk meg itt. De én meg nem látok rá. Várjatok. Próbáljunk meg fedezéket találni. Várjatok. Nem is tudom, hogy hogy kéne megölni. Megpróbáljam csákánnyal? Nem hiszem, hogy az eredményre fog vezetni. Várjatok. Ja, és innen hátulról meg nem is lehet őt ölni. Ez még jobb, mi? Ugye, hát elég lassan töltődik vissza ez a zóna. Próbáljam meg. Ez volt a megoldás. Oké. Okay. Hát ezt nem tudtam. Most már tudjuk. Zsír. De ettől még nem jutottunk előrébb. Na várjatok. Akkor ezt így kell megölni. Jó. Cool. Na. Biztos, hogy jön valami hülye már megint. Vártok. Oké. Valahol még itt vannak. Oké. Ez már valami nagyobb. Oké. Szia! Akkor gyakni kell, mint állat. Ez a megoldás. Akkor azt fogjuk csinálni, jó? Figyelj, hogy... azt itt ledobom. Várjatok.
Oké. De ezzel nem vagyunk előrébb, tehát a metrót még mindig nem találtuk meg. Hát az nagyon jó. Végül is hát sikerült ezt megoldanunk. De ezen kívül nem jutottunk előrébb. Ugye? Öcsém, hogy itt a halál faszára is el kell mennem. Valószínűleg szerintem nem a föld alatt kell keresni őket. Bár nekem ez a logikus, hogy a föld alatt van a metró. De hogy hol? Elképzelésem sincs, fogalmam sincs, srácok. Hát töltsük föl magunkat. Zsír. Na mehetünk. Itt végeztünk, ugye? Mindig át akarok nyomni. Nem tudom miért, ez van megszokva. Oké, srácok. Tehát ezen most így túl vagyunk. De azon kívül a metrót még mindig nem találtuk meg. Jó. Na. Nézzük meg itt a térképet. Hát mozgatni nem tudjuk, mert az luxus, ugye? Tehát itt ezen már túl vagyunk. Látok. Ugye segítünk rajta is. Há? Igen, hát full életem volt. Hát ez hogy? Hát én csak lesek, hogy mi van. Azért jó sikerült neki ezt így betalálnia, nem? Na gyere, öreg. Ezen túl vagyunk. De a metró még mindig nincs itt. Vége van. Oké. Nem tudjuk még most se kinyitni. Azt valahonnan máshonnan kell szerintem megközelíteni. Rohadt érdekes. De hogy honnan, az halványilag gőzöm sincs. Volt egy beugró valahol. Nem tudom, srácok. Tehát a múltkor már itt körbe jártuk. De akkor se találtuk meg, hogy hova kell menni. Tehát vagy én vagyok vak, de akárhogy nézem a térképet, itt nem tudunk eljönni. Itt van egy ajtó, de ez szerintem nem nyitható. Igen. Tehát, és itt más nagyon nincs. Itt tudunk bejönni a lépcső alá, ugye? Ott semmi. Vagy igen? Nem, itt semmi. Nem, itt van kapcsoló, de ez nem nyílik. Úgyhogy nem igazán tudom hova tenni. Értelek. Ott is van egy beugró, de ott is voltunk. De
tehát erre is eljöttünk, ugye itt nincs semmi, itt a vége van a kerítésnél. Eddig stim. Borzasztóan nem tudom, hogy mi van. Múltkor már kipucoltuk kompletten az egész pályát. Egy dekahajtó nincs itt, srácok. Semmi. Nulla. Hagytok-e még? Oké. Itt a házakban is voltunk már, ugye? Mondjuk a felső emeleten nem biztos, hogy jártunk, vagy jártunk? Valaki tudja? Emlékszik még valakire? Az előbb még itt volt. Vagy én láttam rosszul? Oké, nézzünk föl. Ott van egy létra. De nézzünk be erre is egy kicsit. Hát ha találunk valami érdekes dolgot. De nem igazán. Szerintem fönt sem leszünk sokkal előrébb. Ja. Hát igazán ebből semmi. Ugye itt jártunk már. Lift nem működik. Ugye amarra föntre itt nem tudunk menni. Itt meg ugye leugrunk. Úgyhogy eddig semmi. Itt váltunk egyet. Ugye itt sem volt semmi. És kész. És srácok, ennyi. És nincs tova. Oda kéne valahogy bejutnunk. Vártok. De ott csak egy ajtó van ott. De ez a fogalmam sincs, hogy hogy tudunk oda bevenni. De valószínűleg az alagúton keresztül. Más választáson nem lesz, mint lemenni megint. Tökölni velük. Kicsit jobban szétnézni. Hát más választás nincs, srácok. Hú, bassza meg. Oké, pihenjünk le. Itt. Jó. Na. Hát akkor menjünk. De... A rejtett szentély. Oké. Ennek a puki párnák.
Oké. Eddig mindenki oké. Vártok. De mi beszéltünk a gyökér anyával, ugye? Most te szopassa, hogy menjek vissza. Vártok csak. Próbáljunk meg végig menni, jó? Átszaladunk a másik végére. Jön már valaki. Ó, de örülök neki. Wow! Bassza meg! Nem jó, viszont ott volt egy másik kiárat, de ott is kimentünk már egyszer, ugye? Ott valahova máshova lyukadtunk ki. Megpróbálunk most rendesen végigmenni, jó? Hát, ha belefér az időbe. Dupla kardos, nagyon utálom. Vártok! Jön már. Szerintem mögöttem. Nem! De basz meg! Rácélzok, és meghalok. Jaj, srácok! Nem, el kell érnem a végére. Valahogy el kéne mennem a végére, de hogy. De én úgy emlékszem, hogy ott sem volt semmi. De menjünk el a végére. Ott is föl lehet jönni, de nem tudom, hogy hol jövünk föl. Faszomba már.
basszátok meg. Jön már! Megint jön valahol, basszátok meg! Hallom a zenéből. Nézd meg! Nem. Nem srácok, én nem fogok ezzel itt tökölni. De át fogok szaladni most, mint állat. Úgyhogy átváltunk a sörétesre, és futás. Én szaladok rákba. Nem értem. Megpróbáljuk nem pocsékolni a lőszert. Valahol itt lesz. Hallom, hogy itt a boss. Nem látom. De itt van. Oké, a gép fegyveres jött most. Csak nem látom. Ez a gond. Uha. Ezt nem hiszem el. És szakadnak rám. Nem. Voltunk a másik oldalt. És ott fölmentünk, és nem ott jöttünk ki, ahol kell. Ez tuti. De csak erre kell mennem. Nincs más megoldásom, szerintem. Bassza meg. Hát fölbassza az agyamat a játék. Menj már innen. Ti is. Ennyien, bassz meg. Azt nem értem, hogy mögülem hogy tudnak jönni. Na gyertek öreg. Egy, kettő. Hátam mögött. Kettő. Na megint. Gyertek, gyertek, öljetek meg. Let's see.
És jönnek. Nem hiszem el. Érdekes. Oké. Okay. Eddig jók vagyunk. Azt még nem lőjük meg. Ártok. És mögülem jönnek már megint. Aj, de örülök neked, baszul meg. Ezt a kurvá, hát nem hiszem el, ilyen nincs, srácok. Hát fölakasztom magam. De én úgy emlékszem, hogy ott... Nem hiszem, hogy csak itt... Végig tudok szaladni? Amúgy most erre vagyok kíváncsi. Szerintetek végig bírok szaladni? Vártok. Hogy? De nem már, most komolyan végig kell megint gyökna... Nem, voltunk ott. Tuti, hogy voltunk ott. És ott fölmentem, és semmi nem volt. De viszont a másik oldalról nyílik az ajtó, úgyhogy... De mi ez a sok jelenemi már megint? Menj meg te is a püdös túróba innen, öreg. Na, hát ti is. Ezekkel a mini... De fölmentünk ott, és én azt is tudom, hogy hol volt ez a hely. Ez itt konkrétan le kell írtanom a pályát, srácok. Mert... De hogy jönnek mögülem? Azt valaki elárulja nekem. Amit már egyszer megtakarított. De ne azt csináld már! Célozzá! Egyszerűen elképzelésem sincs. Oké. Okay. Megint jön valami. És mögülem! Szakadnak rám! Mint atom! Puki párna. Ez kegyetlen szari. Nem hiszem el. Honnan? Látok. Biztos, hogy itt van valahol. Na megint. Ez a pöcs. Ennyien nincsenek is a pályán emberek.
Választjuk akkor a hosszabb utat. Ha most megint onnan jön, nem tudom. Akkor nem értem. Nem tudom, hogy hol van. És csak szakadnak. Na pedig akkor is kinyírok itt mindenkit a rákba. Oké. Onnan senki. Vagytok e még? Szerinted van vége, öreg? Tehát ömlenek. Te hiányoztál még az életemből? És ennyi. Nem értem, hogyha megöltem már egy hadseregnyi ilyen lófaszt, akkor honnan jönnek? Valaki ezt árulja el. Jaj, még egyszer utoljára megpróbálkozok vele, de szerintem nem itt van. Mert akárhogy nézem, jártunk már ott. És ott van egy följárat, de... De itt azt írja. Az a baj, hogy... Itt a csávóval kell beszélnem, nem? Várjatok! Aj, most mehetek vissza. Ezt még megpróbálom, ha nem, akkor... az a kellett volna mennem onnan rövidebb. Majd mindjárt. Lehet, hogy visszajövünk. Visszamegyünk, mert innen most az egész pályán végig kell gyömöszölnöm magamat, arra most nincs energiám. Nem értem. Tehát ezt egyszerűen nem tudom felfogni, hogy a másik oldalt jártunk. Ott nem volt semmi. Nem tudtunk sehova menni. Nem értem, hogy akkor hagyjam el a börtönt. Milyen börtönt? Istenem. Nem, visszamegyünk a legelejére. Megöljük a nagy melákot. Itt voltunk. Egyszer néztük is, hogy itt végig szenvedtem a répát, és nem tudtunk sehova sem menni. Ha jól emlékszem. Menjünk vissza a 13-as kórterembe, és visszajövünk a földre, és akkor onnan... Onnan, ezt még gyorsan megnézem, ezt nem hiszem el, hogy ott voltunk. Tehát azon már túlküzdöttük magunkat, egyszer. Eljutottunk oda, mindenkit megöltünk. Ha jól emlékszem, ugye? De meg fogom nézni most az epizódokat, mert mindig itt tökölök, és egyszer nem vágom, hogy mi van. Egy pillanat. Mert itt azt írja, ott van. Ford alapító tudta az utat az Atorra, de már évek óta nincs ott. Találtam egy feljegyzést, amiben az áll, hogy elment beszélni egy gyökéranyának nevezett személlyel a metró alagútakon túli régi templomba. Talán ez a gyökéranya tudja, hol van most az alapító. Na, ott voltunk a gyökéranyánál, ugye? De csak arra kell szerintem mennem, különben. Tehát végig szívtuk a répát a múltkor már.
ugye? Oda kéne nekünk valahogy bejutni, de nem tudunk. Ez a gond. Tehát nem vágom. Ezt látom, hogy le van zárva a másik oldalt. Ne srácok, fogalmam sincs. Most nem nagyon érdekel a melák. Megközdünk vele később. Srácok, fogalmam sincs. De úgy érzem, hogy ez a következő epizódra fog hajazni. Na. Na és itt van ez a faszi. You cannot stop the root. What? Ennek mi baja van? Oké. Okay. Az nem jó! De rácélzok és... Na mindegy. De amúgy most ő miért állt? Mi? Ja, mert kinyírtam itt a pufikat is azért. Mert az előzőt, ott mindenkit megöltünk már, ugye? Oké. Okay. Nézzük ezt a csávót. Oké. És akkor? Beszéljek a gyökér anyával? De nem tudok. Nem értem. Hát ha valaki tud erre nekem valami magyarázatot adni, akkor... Megöltem a faszit, és? Nekem magas ez a játék, srácok, most már. Ezt mindenkit kinyírtam már.
Nem vágom. Beragadt a zene? Vagy mi van ezzel a játékkal most már, srácok? De kezdem egy kicsit úgy kellemetlenül érezni magamat. Most mi van? Mindenki felsorakozik? Oké. Okay. Hát itt biztos, hogy mindenki halott. Ezt tuti. És itt nincs semmi. Beragadt a zene amúgy, vagy nem tudom. Oké. Konkrétan már üres az egész hely. Ja, nem tudom ki az, akit hajkurászunk, de... De jó. Ennyi. Menjünk föl. Jó, megöltünk mindenkit már. Akkor csak az lesz, srácok, akkor csak arra kell elmennem. Jól van. Ennyi, hát akkor ez van. Akkor szívás. Mert hogy kinyitni az ajtót biztos, hogy nem fogjuk tudni még, az 100%. Találja meg a metró bejáratát. Hát, fazd meg. De what? De mi ez, hogy full élettel kinyíre elsőre? Tehát ezt valaki magyarázza már meg. Ez hogy? Jó, menjünk vissza. Nem tudom, srácok. Elképzelésem sincs most már. Tehát előzőnek jártunk a másik alagútba, ott nem volt semmi. Itt nincsen semmi, de nem tudok sehova menni. Úgyhogy most már érdekel nagyon, hogy mi van. Úgyhogy, srácok, hát sorry, hogy ez ilyen szarul megy, de fogalmam sincs, hogy mi van. Tehát, hogy már itt már mindenkit megöltem, aki csak létezik itt, konkrétan. Tudom, elment a kamerára, majd mindjárt visszajön. Mindenkit megöltem, mindenkit bazd meg. És egyszerűen elképzelésem sincs, hogy most mi történik. Tehát, hogy most mi van? Mi ez a dolog? Vagy mi történik? Tehát, ha valaki tud erre nekem valami magyarázatot adni, hogy mi a picsa folyik itt, tehát, hogy elmentünk, mert elmentünk, fölmentünk a másik oldalt, és semmi nem volt. Zsákutca. Akkor hova kell menni? Tehát, hogy akkor találjuk már ki, hogy mit kell csinálnunk, mert amúgy most már nagyon nem vágom, hogy mit kell, mi van, merre, hány méter, tehát, hogy de megpróbáljuk a következő epizódba újra, de megnézem ugye az előző epizódot, mert tudom, hogy voltunk fönt ott az alagútba, nem véletlenül van meg a térkép.
És voltunk fönt, és ott nem volt az ég világon semmi. Most megöltem ezt a jugdást, vagy hogy a picsába hívják, nem tudom, de egyszerűen elképzelésem sincs. Tehát ha valaki ezt meg tudja nekem mondani, hogy mi van, jó a maga a játék konstrukciója, meg tetszik, meg minden, de hát ez így nagyon reménytelen. Tehát, hogy itt már 6 epizódja csak az első kibaszott pályán vagyunk, bocsánat, másodikon, és nem találjuk meg a megoldást, hogy hova kell menni. Tehát, hogy már megöltem mindenkit. Tényleg, az összes, a másik alagútba is tényleg végig pucoltunk mindenkit. Fölmentünk a fölüljáróba is, megöltünk ott is mindenkit. Túl voltunk már mindenhol jártunk basszus, és nem találom, hogy hova kell menni a metró alagútba. De visszanézem most a videókat majd, valamelyik nap, szerintem a hétvégén, ugye holnap, és hát ez van. Srácok, találkozunk ma még egy horror játékkal, azt ne felejtsétek el. Ezt most fölbaszott ez a Remnant, mert amúgy már konkrétan kinulláztam a pályát, ha lehet ezt így mondani, és nem értem, hogy mi a fasz, de megnézem újra majd a videókat, és megnézem, hogy valamit biztos nem láttam. Nem tudom. Elképzelésem sincs. Srácok, ha valakinek van valami ötlete, nyugodtan írja meg nekem kommentbe. Várom nagyon sok szeretettel, mert elképzelésem sincs, hogy most mi van. De visszanézem a videókat, lehet, hogy valamit figyelmen kívül hagytam. Úgyhogy máma meg ne felejtsétek el, Ad Infinitum nevezetű horror játék. Ez egy jó játék lesz, úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. A végeredmény, úgyhogy jók legyetek, vigyázzatok magatokra. Hát ez van, srácok, úgyhogy sziasztok.